Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 17-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt van a szimbóluma. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mire kell odafigyelni, mi történik hétfőn. Nálam úgy mutatja ez a kép, illetve ennek a fiúnak az arca, minthogyha lenne egy kis szomorúság. Vagy nálam, vagy te vagy szomorú. Holott itt vannak lehetőségek, hiszen valaki átnyújtja ezt a kelyhet, de nem veszed észre. Valaki közeledik hozzád érzelmekkel, nyitott érzelmekről beszélni, de nem látod, mert annyira szomorú vagy, és más témák foglalkoztatnak. Az is lehet, hogy te nyújtod át ezt a kelyhet, és te mutatod ki az érzelmeidet, és ő ezt nem veszi észre, emiatt lehet, hogy te is szomorú vagy. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Mi történik a keddi napon? Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Ez a kép szimbolizálja az erőt. Megvan nálad is az élet erő, hogy be tudod bizonyítani magadat, és ez passzol Mars bolygóhoz, nála is megvan az erő. Ez az erő jelenteti a belső erőt is, a hitet, hinni valamiben, mint például a sikerekben, vagy egy nyereményben, vagy ebben a szerelemben, vagy a jó Istenben, az is fontos. Szertán Merkur bolygó uralkodik, ezen a napon új hold van, a kígyó tartó csillagképpen. És ez a csillagkép szimbolizálja a gyógyító erőt, hogy most lesz gyógyulás. Vagy lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és lesz munkahelyi változás. Ezen a napon, tehát szerdán, Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Előfordulhat, hogy kicsit fékezi az eseményeket, hogy valami késlekedve jön. De ez a visszatekintés gyakran jelenti a múltat, hogy visszatekintesz a múltba, lesznek emlékek, vagy valaki gondol rád a múltból, és jelentkezik nálad. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt látható az egész világ. Ez jelenthet szerencsét is, amikor annyira boldog vagy, hogy a legszívesebben átölelnéd az egész világot. De utalhat külföldre, külföldi kapcsolatokra, utazásokra is. Jelentheti egy utazás tervezését, vagy lehet internet kapcsolat is. Mivel a képen megjelenik a négy évszak, a négy irány, a négy elem, a föld eleme, a tűz eleme, a levegő eleme és a víz eleme, jelenti gyakran a négy évszakot, és így együtt tulajdonképpen egy évre vonatkozik. És előfordulhat, hogy szertán tervezel valamit, amit egy éven belül szeretnél megvalósítani. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt is emlékekről van szó. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból, és akkor lesz itt egy találkozás, örömteli pillanatok, vagy szép gondolatok, ami összefügg a múltban. Egy kis nosztalgia van ezen a képen. Persze,
érezhető a tűz eleme is, hogy lesznek változások, előre mennek az események, valami lelkesít téged vagy őt, de mindez összefügg a múlttal. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Itt az érmékről, tehát anyagiakról vagy a munkáról van szó. Ezek az értékek lehetnek a belső értékek is. Ez a férfi úgy csodálja ezeket az érméket, de ez nem az övé, hanem másoknak a tehetsége vagy a szerencséje, és úgy gondolja, hogy másoknál minden jobbra fordul, mint nálam, és felteszi a kérdést, miért van ez így, hogy nekem nem sikerül semmi. Holott nála is megjelenik itt ez az érem, észre kellene venni a saját tudását, tehetségét, a saját sikereket, itt erősíteni kellene a bizalmat. A képen egy férfi látható, lehet, hogy a férfiakat érinti ez a téma, de előfordulhat nálunk hölgyeknél is, hogy ilyen gondolatok vannak. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon van egy Lilith energia, ami aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ezen a napon ez az álom megvalósulhat, hiszen a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a mi földünkhöz. Ez a pont jelenti ezt a Lilith energiát. És mivel közel van a földünkhöz, ez az álom most megvalósítható. Itt a nap megvilágítja ezeket a témákat, láthatóvá teszi az álmokat, mindazt, ami most beteljesül. A nap szimbóluma itt van középen, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ha te egy hölgy vagy, akkor te itt elfoglalod a helyedet az életben, megvan ez a büszke királynői tartás, a kezedben van ez az arany kehely, jelenti az intuíciódat, lehet egy spirituális terület, de utal az érzelmekre, szerelmi ügyekre is. És ez a férfi úgy tekint rád, mint egy királynőre. Megkapod az elismerést. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.